Na, akkor amit majd csinálunk, az néhány keret. Megjön a jó idő hamarosan. Beindulnak a kis méhek. És tulajdonképpen összerakok néhány keretet. Van a sóráimban. Így. Kész. Eddig kézzel szögelgettem. Rájöttem hülyeség. Hülyeséget csináltam egész életembe. És ezt a gagyi kis apparátust szerkesztettem. Hát, nem sokat ért tulajdonképpen, de semmi jobb. Ez egy kis faragasztót. Lehet egy baromság ez is. De jövök vele, hogy fidéres dolog. Egy kakocs. Meg egy kakocs. Képpen egy gyorsan megy. Ezeket a keretlécseket egyébként most nem én csináltam. Nem volt időm. Úgy vettem a Metroidmaster asztalostól állítólag. De hát maradjunk annyiban, hogy hát én rögször szálasogató, ki van egy szálasodva a fák, nincsen rendesen begyarulva sok helyen. Hát a vállák se szimmetrikusak egyáltalán mondjuk. Igen, a Sphinxet a piramisok idejében meg tudták csinálni szimmetrikusra. Olyan lehet megcsinálni ezt szimmetrikusra. Ez is sokszor 3 mm eltérés mutat a felső réc. Most itt van benne egy-kettő két oldalról. De sokszor találkoztam 3-4 mm-rel, hát nem tudom. De így jártam. És hát ez a kis kapcsolódó az igen jó. Kivélet dolog volt, 4000 forint. Tulajdonképpen összehasonlítjuk ezzel a komolyabb szerszámmal. Ez egy pénzkidobás volt. Tulajdonképpen nincs különbség. Úgyhogy beindulnak azt a munkálatok. Április 1-től lehet terepmunkára is menni, bízom benne, jó idő lesz. Aztán bízom benne, jó év lesz. Úgyhogy... És eddig mit csináltál? Kint a mészedbe? Hogy? Eddig a mészedbe mit kellett csinálni? Hát tulajdonképpen cukorrepényeztem már. Lehet egy hülyeség, azt mondják sokan, hogy baromság, mert jól feletettem a mélyeket. Igazából nem kéne hozzányúlni, de... Annyira megszoktam, hogy csinálom. Úgyhogy megkapták már a cukorlepényüket, azt el is hordták, és bízom benne, hogy hétvégén most jó idő lesz, akkor megyek és már nézem át őket. Addig is pedig megy a keretezés. És ezzel még mit kell csinálni? Hát ez még át lesz kurva, tulajdonképpen be lesz rótozva, be lesz műlépezve, aztán... Megkapják a kis családok, akkor kell nekik.